A Munkácsi Görögkatolikus Egyház legnehezebb időszakát mutatja be az a vándorkiállítás, amely Kisvárdára érkezett. A II. Világháborút követően a Szovjet Birodalom átfogó támadást indított a kárpátaljai görögkatolikusok ellen. Az egyházközösségeket a Moszkva központú paroszláv egyházba olvasztották. 1949-ben 129 papot koncentrációs táborba vittek. Papjaink nagyobb része nős volt, és ez így még nehezebb volt számukra, mert családjaikat hagyták otthon. Nem tudták azt sem, hogy valaha egyáltalán hazatérnek, néhányan közülük saját gyermekeiket sem láthatták többi, mert a lágerekben vesztették életüket. A most látható kiállítást a Beregszászi Magyar Görög Katolikus Esperesi Kerület szervezésében rendezték meg. Bár a görögkatolikus egyházat betiltották, nyilvános működését állami törvények nem engedték, a papoknak és a hitközösségeknek köszönhetően föld alatti egyházként tovább működött. A tárlat az üldöztetés éveit mutatja be tablókon, tárgyakon és könyveken keresztül. A legalizációra több évtizeden át, egészen 1989-ig kellett várniuk a kárpátaljaiaknak. A Munkácsi Egyház megyéhez közel vagyunk, és egy kiállítás maga egy helytállásról szól, egy hitmegvallásról szól. 49-ben véglegesen betiltották ugye a Szovjetunióban a görögkatolikus egyházat, és vállalhatták, hogy vagy áttérnek ortodox hitre, vagy pedig akkor nem volt más választásuk, hogy a rabság, a gulág elhurcoltatásban volt részük, és az emberek vállalták a hitüket, vállalták szeretetben, azért az egyház megmaradjon. És erre jó példa az, hogy ez a hit, ez a szeretet, amit ők fölvállaltak, tanúságtételt, ez bizonyítja azt, hogy az egyház ma is él és működik. A kiállítást először 2014 őszén Beregszászon láthatták az érdeklődők, később Budapestre vitték, jelenleg pedig Kisvárdán látogatható február 10-éig.